Kedves nézőink, Önök a Spiritust, a hetente jelentkező sport, szabadidő és életmód magazin műsorunkat látják. Jó napot kívánok! Itt vagyunk a Váci Simon Antal iskola udvarán, ahol is Késely Ajna úszóval beszélgetünk olimpikonunkkal, illetve Európa bajnokunkkal, és hogy pontosan mit is keres itt a Simon Antalban, azt már is megtudjuk. Szia Ajna! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na hát első körben azért elég sok minden történt most itt a nyáron, kezdve az úszóvilágbajnoksággal és a közelgő EB-vel. Hogyan telnek most a napjaid, és milyen volt a fina? Nagyon jól sikerült ez a fina világbajnokság, főleg úgy, hogy azért egy hosszas ilyen Covid sorozatok után végre nagy közönség előtt úszhattunk, rendesen lámpaláznak éreztem ezt az egészet. A váltóval ugye ötödikek lettünk a 4x200-as női gyorsváltóval, egyéni számokban 400-800 gyorsom az kicsit jobbra vágytam, de ez egy plusz löketet adott, hogy majd az Európa bajnokságra, ami Rómában lesz augusztusban, az így jobban sikerüljön. Sajnos a világbajnokság után én beleszálltam egy kisebb Covid helyzetbe, úgyhogy egy ilyen pár napig Covidos voltam. Kicsit nehéz volt így visszarázódni így az uszodába. Tegnap úsztam egy 10 kilométeres nyíltvízi, a nyíltvízi országos bajnokságon egy 10 kilométert. Hát eléggé más terep volt, de nagyon élveztem, tehát egy kicsit így kihozott a komfortzónámból. Említetted, hogy nem úgy sikerültek az egyéni számaid a finán, ahogy tervezted. Megtaláltátok, hogy mi volt a gond, és arra fogtok most rámenni, vagy ezt még nehéz így megmondani, hogy mi lehetett ott a probléma? Nem kizárt, hogy voltak azért valamilyen fizikai háttéreikben, valami nem tudom milyen orvosi szempontból, amit le kellett volna csekkolnunk, de úgy érzem azért közrejátszik az is, hogy voltak azért ilyen technikai hibák benne. Ezt azért észleltük, és remélem, hogy azért ebből tanultunk az edzőmmel, Bernek Péterrel, és akkor innen ezt kijavítva majd készülünk a további versenyekre. Említetted azt is, hogy covidos is voltál. Engem mindig nagyon érdekelt az, hogy egy sportoló esetében ez a betegség legyűrés, ez hogyan néz ki? Mennyiben más mondjuk, mint egy átlagembernél, másabb egyáltalán? Igazából én a januári Covid helyzetemből tudok kiindulni, hogy azért az egy kicsit durvább volt. A mostani lefolyás az egy gyengébbik változata volt a januárihoz képest. Ez egy egyszerű megfázással történt. Inkább utána volt ez a fáradékonyság, levertség, kicsit nehezebbnek éreztem magamat, hamarabb felment a pulzusom. Tehát nem is maga a Covid alatti időszak volt a nehezebb, hanem inkább az utána lévő. Hogyan készültek az Európa-bajnokságra? Milyen kihívásokkal néztek ott szembe? Mi az, amit vársz ugye az egész versenytől? Ugye Rómában lesz, ott már párszor versenyeztem, és nagyon jó élményekkel tértem haza. Közel is lesz, ugye. Hát ugye már 4 hét van még az Európa-bajnokságig, ami hát azt mondanám, hogy sok is, de kevés is egyben. Most így nagyon hosszú métereket úszunk, hogy azért a Covid utáni időszakom azért úgy az állóképesség az visszarázódjon. Utána meg már jönnek ugye a rövidebb gyorsasági állóképességi edzések. Ez a 10 kilométer mondjuk nyilván nem erről szólt, de egy nagyon jó tapasztalatszerzés volt. Az edzések hogyan épülnek fel nálatok? Miközben ide sétáltunk, mondtad, hogy épp a kondiból jössz. Hogyan kell elképzelni egy napodat mondjuk? Hát általában ilyen 5:30-kor kelek, és 7-től kezdünk el úszni 9-ig, majd olyan 9-től fél 11-ig kondizunk, és akkor utána délután 4-től 6-ig vagyunk még a vízben, a BVRC úszodában, és ez így, hát így minden nap kivéve a szerda szombatot csak reggeli edzésünk van, meg a vasárnap az persze teljes pihenő. Azért ezt meg kell jegyezni, hogy 20 éves vagy, hogyha jól tudom, és igen, fiatalon már megismerte azért az ország a nevedet. Mi az, ami motivált téged így a mindennapokban, hogy előre menj, és nem veszted el a motivációt mondjuk az úszásban? Igen, az, hogy én fiatalon váltam ismerté, ez a mai napig elég nagy kihívás számomra, hiszen
azért érezhető saját magammal szemben is a megfelelés, akár másokkal szemben is. Ezt próbálom így legyűrni önmagamban, hiszen nem azért csinálom, mert szeretnék másoknak, vagy másoknak megfelelni, hanem inkább leginkább magamnak, és azt, hogy én szeretem ezt a sportágat. Úgyhogy minden nap ezt próbálom előtérbe helyezni, hogy én nem azért megyek le, mert van feladat, meg hogy akár ez az én munkám is, hanem azért, mert hogy én azért kezdtem el kiskoromban úszni, mert hogy mindig is szerettem ezt a sportágat, mindig szenvedéllyel töltöttem, meg boldogsággal. A múltba visszatekinteni nagyon nehéz olykor, hiszen most így 18 és 20 éves korom között azért így nem voltak olyan eredmények, amik olyan hát, amit fiatal koromban értem el, és azért nehéz ennek a leküzdése, hogy egy karrierben mindig van ilyen hullámvölgy, de úgy érzem, hogy a legrosszabb pillanatokból válik az ember a legjobbá, úgyhogy örömmel fogadom ezt az időszakot, néha nehéz, de igyekszem ebből így kilábalni. Olyan érdekes, hogy így beszélsz róla, hogy fiatal korodban, pedig most is fiatal vagy. Szóval egyébként honnan jött az úszás szeretete? Mert mondtad, hogy ez fiatal korod óta, tehát kisgyerekkorod óta végigkíséri az életedet. Van esetleg a családban úszó, vagy hogy alakult, hogy az életedbe csöppent ez a sportág? Hát édesanyukám és édesapukám mind a ketten néptáncoltak. Édesapukám minden sportágat kipróbált. Anyukám most már ultramaratonista, szóval ő most futotta le a 220 kilométeres ultrabalatont. Tehát így maga ez talán bennem van egy kisebb ilyen adottság, ez az állóképességi adottság. De 5 évesen kezdtem el megtanulni úszni, akkor küldött le édesapukám, hogy azért, hogyha megyünk mondjuk nyaralni, akkor tudjak a tengerben úszni, és onnantól így hirtelen így az oktatáson, én mindig elől akartam úszni, mindig a legjobb akartam lenni, és akkor így jött igazából, hogy így teltek az évek, és mindig az volt a célom, hogy így egyre jobb legyek, és ez menesztelt le minden nap a medencéhez, meg hát nyilván a közönség is nagyon jó volt. Nyilván ez is a fiatalkorodból fakadó kérdés, de hogy mi a terved az úszás mellett? Van valamilyen egyéb tanulmányi célod, vagy hogy fér bele a tanulás egyébként a mindennapokban? Szerintem sok mindenkinek felmerül, és lehet, hogy már unalmas is ez a kérdés, de hogyan tudod tervezni a jövődet az úszás mellett? Talán az elmúlt 2 évben agyalok azon folyamatosan, hogy mit szeretnék csinálni az úszás mellett, mert nyilván a szüleim mindig arra tanítottak, hogy 2 lábon kell álljak, és mindig a tanulmányaimat is próbáltam olyan irányba terelni, mint az úszás is, hogy ugyanolyan sikeres legyek benne. Most jelenleg Budapesti Gazdasági Egyetemnek a tanulója vagyok. Az első fél éven már PIPA a kommunikáció és média szakon. Szóval igazából erre az irányba szeretnék, mert nagyon szeretek hát igazából az emberekkel így kapcsolódni, vagyis hogy mondjam, így kommunikálni velük, és hát igen, kapcsolódni, és szeretek mondjuk valami pluszt adni nekik. Tehát akár valamilyen motivációs, nem tudom, segítő, vagy nem tudom, tehát hogy még nincs így pontos célom meg, de az, hogy a kommunikációval szeretnék foglalkozni, akár az írás formájába, akár blog, akár könyvírás, akár YouTube, bármi, ami így kapcsolódik az emberekhez, szóval így ez irányba. És innen talán a lehető legjobban vezetted föl azt, hogy miért vagyunk itt ma, hiszen ez is valamilyen szinten összekapcsolódik a kommunikációval és azzal, hogy szeretsz az embereknek adni, gondolom én. Hogy jött ez, hogy a Simon Antalban egy gyerektáborban te most itt megjelensz, és akár egy motivációs beszédet, vagy kérdésekre válaszolsz a gyerekeknek? Szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekeknél már azt hogy is mondjam, azt már így mélyen úgy beívódjon náluk, hogy nyilván azt csinálják, amit a legjobban szeretnek, és legyenek céljaik folyamatosan, mert az fog őket minden nap előre menesztelni, és előre vinni őket. Mint az Allianz márka nagyköveteként jöttem ide, hogy egy kicsit így erőt adjak a gyerekeknek, meg mint sportolóként próbáljam arra inspirálni őket, hogy olyan területet válasszanak az életükbe, amit ők szeretnek, nem is a szülők, nem is az, hogy bárki, aki rákényszeríti őket, hanem tényleg azt, amit úgy szívből csinálnak. Ha ez akár a sport, ha ez akár a hímzés, bármi, tényleg bármiről beszélhetünk, hogyha tényleg egy nagyon erős szenvedélyé válik, akkor akár az későbbiekben egy hatalmas nagy előnyként fog szolgálni.
akár csak nálad is történt ez tulajdonképpen. Visszakanyarodva kicsit még a karrierhez, az EB-n milyen számokban láthatunk majd téged, miben fogsz indulni? A 4x200-as női gyorsváltóba, a 400 gyors meg 800 gyorson, úgyhogy ezek, hát igazából ugyanaz, mint a fina világbajnokságon, igazából ennyi. A gyorsváltóban ugyanaz a csapat lesz, mint a finál szintén? Ha jól tudom, azért így lesznek változások, mert ugye az Európa-bajnokságra több ember mehet ki, így lesznek fiatalabbak is az előfutamba. A döntőbe általában úgy szokott eldőlni, hogy aki a legjobb időt ússza, az megy a döntőbe. Nem tudom pontosan, hogy kik a fix emberek a döntőben, mert mindig szoktak fix emberek lenni. Azt még majd a szövetségi kapitány, doktor Sós Csaba fogja majd így közzétenni. Még távolabbi jövőbe tekintve, ugye voltál már a tokiói meg a riói olimpián is, gondolom akkor kilátásban van a párizsi olimpia is. Mentálisan erre már készülsz, vagy konkrét tervek vannak már a kvalifikációt tekintve, mit lehet erről most tudni? Pont ezen a napon írták ki a kvalifikációs időket. Eléggé furcsa, hogy még egy év se telt el, hiszen augusztus környékén volt ugye az olimpia, és már kint vannak a kvalifikációs idők. Ugye nem teljes 4 év lesz a két olimpia között, a 21-es meg a 24-es olimpiai között. Úgyhogy így ez kicsit így nem megnehezíti, de így rövidebbé teszi a felkészülési időszakot. Minden évben próbálunk csúcsformát hozni, szóval ez nem meglepő, hogy majd 24-ben újból csúcsformába kell kerülni. Én már nagyon várom, nyilván most kicsit közelebb lesz, mint Tokió, meg Rio is, úgyhogy nagyon remélem, hogy végre a szüleim is testközelből nézhetik majd végig az olimpiai számaimat. Versenyfelkészülést tekintve, hogyha belépsz ebbe a versenyidőszakba, amikor már tényleg élesen mondjuk egy versenyre koncentráltok, miben változik az életmódod, hogyan kell elképzelni, mint mondjuk a mostanival szemben? Szóval így, hogy mik változnak a hétköznapjaimban? Hát igazából mindenképpen az, hogy ez a mentálisan rákoncentrálni ezekre a pillanatokra, hiszen azért nehéz egy mondjuk, tegyük fel egy 4 évet, és az olimpiai időszakot, hogy azért 4 évig készül az ember arra, hogy mondjuk egy 400 gyorsot az 4 perc alatt leússza, és ez benne van a 4 éves munkája, szóval az, hogy abban az adott pillanatban minden klappoljon, akár testileg, mentálisan, biológiailag, minden, az azért egy nagyon komoly mentális munka is egyben, úgyhogy ez így ilyen, hát nem azt mondom, hogy 50-50, hogy fizikálisan és mentálisan a legjobb formát hozzuk, de azért a mentális is nagyon sokat számít. Célkitűzéseket tekintve, én azt gondolom, hogy egy sportolónál mindig vannak olyan számok, olyan eredmények, amiket mindenképpen szeretne elérni. Te mennyire szoktál előre tervezni, mennyire lebeg előtted valamilyen konkrét cél, hogy na most ebben a számban aranyat hozni, na most ebben a számban ilyen időt úszni. Vannak ilyenek a fejedben? Hát interjúkban sosem mondtam se érmet, se időt, se semmi. Ez nálam ilyen alapszabály volt. Holott már mindig meghazudtoltam magamat, mert vagyis hogy akár hazudtam a kamerának is, mert tudtam, hogy nekem van célom, tehát már ki volt tűzve a falra minden. De hogy még őszinte leszek, mindig volt bennem egy félsz, de hogyha mi van, ha nem sikerül, akkor hiába mondtam el a kamerának, hogy én ezt szeretném, vagy a közönségnek, ez nem úgy sikerült, és akkor én úgy érzem, hogy ezzel csalódást okoztam saját magamnak és másoknak. Ezért inkább mindig azt mondom, hogy jól szeretném érezni magamat a vízbe, a legjobb formámat szeretném kihozni magamból, hiszen minden sportolónak ez a célja, és jobban fogok örülni annak, hogyha kimaxoltam az összes erőmet és mindent, és úgy születik egy jó időm, mint hogyha nem raktam volna bele annyi energiát, és akkor ugyanaz. Mert ez mégis azt érzem, hogy több munka van akkor abban. Ez egy nagyon diplomatikus válasz volt megint. Igen. Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy adtál nekünk egy interjút itt a motivációs beszédek előtt, és remélem, illetve a közeljövőben nagyon sok sikert kívánok neked. A következő az EB, ha jól tudom, akkor ott kell neked szurkolnunk. Igen, nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, ennyi fért már a Spiritusba. A jövő héten ugyanebben az időpontban újra találkozunk. Viszontlátásra!